Kényelmesen és boldogan a jelenben. Gondoljuk át az indítékainkat, miért vagyunk itt, egyáltalán hol vagyunk. Meditáció központban vagyunk. Azért, hogy a belső ösvénnyel foglalkozzunk, belső ösvényt gyakoroljuk, belső ösvény tanításaival foglalkozzunk. Mi ennek az értelme? Ennek az az értelme, hogy rájöttünk, hogy minden a tudatunktól függ. Ha a tudatunk jó állapotban van, akkor a világ is jó. Ha a tudatunk világos, akkor minden világos. Ha a tudatunk tiszta, akkor minden tiszta. Ha a tudatunk természetes, akkor az életünk is és a világunk is természetes. Bár mindennek a gyökere a tudat. Azonban a tudatunk öntörvényű, elvadult, akkor az életünk egy szenvedés. Tehát ezért foglalkozunk a belső ösvénnyel, amely a tudat föltárása, megismerése. Minden szenvedésnek és boldogságnak a forrása a tudat. Tehát a szenvedés és boldogság forrásait nem magunkon kívül keressük. Ha magunkon kívül keressük, azt úgy hívjuk, hogy a létköre, a kényszerű létköre, a szenvedés világa. És a belső ösvény elvezet bennünket a tiszta tudathoz. A
természetes tudathoz. Természetes tudat pedig egy emberséges, jó szívű, nagy szívű állapot felé. Szeretettel, együttérzéssel, boldogsággal, szabadsággal, bölcsességgel, tisztánlátással. Gondoljuk tehát át, hogy valóban ezért vagyunk-e itt. És ha igen, akkor fogalmazzunk meg egy elhatározást, egy eltökélt szándékot, hogy mostantól kezdve minden mozdulatunk belső ösvény része lesz. Bármit csinálunk, a hétköznapi életben is, a munkában is. Minden a belső fejlődésünket szolgálja. És ettől nem térünk el soha. Soha nem alkuszunk meg, és soha nem felejtkezünk el erről. Most tehát a négy alapvető gondolattal foglalkozunk. A négy alap gondolatnak a neve tibetül, mint tudjuk, a Lodo Namchi. Ez pedig szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy a négy gondolat, amely megfordítja a tudatot. Milyen a fordulat? Pontosan az, amiről az előbb beszéltem. Azt tanultuk az eddigi életünk során, hogy a boldogság és szenvedés forrása rajtunk kívül van. És a négy gondolat pontosan erről az útról, ebből a fajta gondolkodásból fordítja el a tudatot a helyes irányba, abban az irányba, hogy észrevegyük, hogy belül van a szenvedés és a boldogság forrása, belül. Aki ezt a fordulatot valóban képes megtenni, tehát nem hisz többé abban, hogy a külső dolgok okozzák akár a szenvedését, akár a boldogságát, az az ember rálépett a megvilágosodás ösvényére. Ez a belső ösvény. Aki ezt a fordulatot nem tette meg, az viszont nem lépett rá a megvilágosodás ösvényére. Akármilyen vallást követ, akármilyen szokásokat vesz föl, akármilyen szabályokat ír elő magának, akármilyen életmódot folytat, akármilyen ruhát visel, akármit olvas, akármiről beszél, mert mindezek csak külsőségek. Hát ennek a belső tudat legmélyében történő fordulatnak kell megtörténnie. Nem hiszünk többé abban, hogy külső dolgok üdvözítenek, illetve külső dolgok okozzák a szenvedésünket. Hanem tisztán látjuk, hogy mindennek a forrása a tudat, méghozzá a saját tudatunk, nem valaki rajtunk kívül lévő tudat van, kozmikus tudat, vagy akár nem saját tudatról beszélünk.
Tehát ez a négy gondolat. Négy gondolat, amely megfordítja a tudatot. Mondhatjuk így, hogy a megvilágosodás felé fordítja a tudatot. És ebből ugye a másodiktól foglalkozunk, az első a drága ember test, vagyis az emberi élet egyedülálló értéke, mint ember tudunk csak gyakorolni, a második pedig a mulatóság, elmúlás. Mulatóság gondolata most különleges aktualitást nyert, mert tudjátok, tiszteletlen méltó Lama Rinpoche nemrég, két héttel ezelőtt eltávozott a földi testéből. Hát, hogy sokan itt közül ezek nem is ismertétek őt, de elég ismerték, akik kapcsolatban voltak vele, akiknek szerencséjük volt, hogy találkozzanak vele, azok számára most a mulandóság meditációja különlegesen helyén valót. Tehát a mulandóság meditáció átvilat, amikor tárgyaljuk, akkor ezt a könyvet használjuk. Ez egy klasszikus tibeti munkának a fordítása. Figyelmetekbe ajánlom, tehát ha komolyan akartok a belsősvénnyel foglalkozni, akkor komolyan akartok a mulandósággal foglalkozni, és ha komolyan akartok a mulandósággal foglalkozni, akkor ezt a könyvet kell használni. Tehát ez ilyen egyszerű. Ezt Patron Rinpoche írta, aki a 19. században élt, Tibetben. És a következő szempontok szerint szempontokat adja a mulandóság meditációjára. 7 különböző pontot adott az ő. Elmélkedés a mulandóságon a külső környezet, a világegyetem szemlélése által. Az első meditáció, ezekkel már ugye foglalkoztunk, az első meditáció, észrevenni a mulandóságot a világban. A nagy skálán is, ez az egész világegyetem mulandó, tudjuk jól, csak ugye nem foglalkozunk vele. És ugye az évszakok, a napok, ugye reggel, dél, este, stb. Éjszaka követik egymást, tehát minden mulandó. Második, elmélkedés a mulandóságon a világegyetemben élő lények szemlélése által. Itt tehát az emberek, állatok mulandóságát figyeljük. Ugye az emberek, állatok is nagyon mulandóak. Egy pillanat választja el az életet a haláltól. Egy pillanat alatt meg tud szakadni az életfonala, illetve megszakad bármikor. És ebben a meditációban ugye követhetjük azokat a gondolatokat, hogy emlékezünk olyanokra, akik ugye, nem tudom én, tavaly még éltek, esetleg szüleink, barátaink, ismerőseink, rokonaink, ma már nem élnek, ja, tegnap még éltek, ma már nem élnek. Ezen a módon dolgozzuk föl, hogy bizony az élet mulandó. Következő, harmadik pont, elmélkedés a mulandóságban a nemes lények szemlélése által. Mit jelent ez? A nemes lények a megvilágosultak, a bodák bodhisattvák. Miért meditálunk az ő mulandóságukon? Azért, mert az ember, ugye, amikor más lények mulandóságára gondol, halandóságára, akkor önmagát mindig ugye, kiveszi. Azt mondja, hogy igen, hát ők
segítenek, hát ugye ez történt velük. De bezzeg én, fölötte állok a magyarosság. Én sokáig fogok élni, én halhatatlan vagyok. Tehát az emberben nem mondja ezt így ki, mert nevetséges kimondani, de az érzés bennünk van. Ja. Tehát ezért azt mondjuk, hogy oké, tehát a Karnapa is meghalt, Buda is meghalt, ja. Akkor hogy van ez? Ők, akik megvilágosultak oda, náluk megvilágosultabb vagyok, hogy én nem fogok meghalni, pedig ők is meghaltak. Ja. Tehát az ember tudata nagyon, hogy mondják, ravasz, nagyon ravasz. Ugye? Beszélünk a mulandóságról, de mindig akkor másokról beszélünk. A világ mulandó, az emberek mulandó. Ja? Mindenki mulandó. De közben mi ott szépen, mint a pók a hármuk közepén, minket ez mégse érint, ugye? Mert valahogy mi fölötte állunk. Na de hát, ha valaki fölötte állt, az Buddha volt, aki fölötte állt. És még ő is meghalt. Vagy Karmapa, ő is meghalt. Ja? Guru Rinpoche, ő sincs itt, hát ő nem halt meg, ő kivét. Hát volt egy pár ilyen bácsi, aki nem halt meg, csak elment máshol. Na lényeg, hogy elment, nincs itt. Nincs itt, csak a szobra. Ja. Jó? A következő. Emlékezés a mulandóságon világi vezetők szemlélése által. Tehát nagy királyok, sebzők, nagy királyok. Hol vagyunk mi a királyokhoz? Mátyás királyhoz képest, Attilához képest. Hol vagyunk? Ők is meghaltak. Ja? Meghaltak. Ötödik. Emlékezés a mulandóságon különböző példák szemlélése által. Ezek ugye különböző meditációk. Ezzel foglalkoztunk most idáig. Következő hatodik pont. Emlékezés a mulandóságon a halál bizonytalan okainak szemlélése által. Na, ez következik most. Ugye, tehát azt mondjuk, hogy halál bármi okozhatja, bármi, szinte bármi. Még az is, amitől az életünk biztosítását, vagy hogy mondják, biztonságát, meghosszabbítását, az életünkben maradásunkat várjuk, azok is lesznek a halálok. Ezzel fogom most foglalkozni. És végül van a hetedik, emlékezés mulandóságon mindig intenzíven emlékezve rá. Erről csak annyit, hogy azt mondják a tibetiek, hogy ha valaki naponta legalább négyszer nem gondol a mulandóságra, az nem különbözik az állattól. Az állatok nem gondolnak a mulandóságra, képtelenek erre. Az az ember, aki legalább négyszer nem gondol a mulandóságra, az nem különbözik az állattól. De most ez csak gondolat. Mulandóság az nem szabad, hogy gondolat szinten maradjon. Ezért meditálunk a mulandóságon. Nem csak beszélünk róla, hanem meditálunk. Itt ugye magyarázatokat kapunk, meg szempontokat most. De aztán szépen hazamegyünk, és meditálunk a mulandóság. Nagyon fontos, hogy a mulandóság megköltözön a lényünkbe, az életünkbe. Tényleg megváltoztassa az élet érzésünket. Ja? Különben nem ér semmit az állat. Különben nem ér semmit. Tehát a következő. Emlékezés a mulandóságon a halál bizonytalan okainak szemlélése által. Habár a Földön élő emberek számára a születés pillanatától kezdve biztos a halál, annak módja, oka és ideje bizonytalan. Ja. Tehát azt mondjuk ugye, hogy halál biztos, igaz? Halál biztos. Hát a halál az halál biztos. De van egy bizonytalansági tényező, hogy mikor és hogyan. Ugye ez a nyugtalanító, bizonytalan tényező. Biztos, mint a halál, igaz? Igen, ha ez ilyen egyszerű lenne, ugye? Nem ilyen egyszerű. Nyugtalanító, bizonytalansági tényező, ott van. Mikor? Hogyan? Milyen lesz? Hogy fog lehet?
Mikor, hol, hogyan és mitől hal meg valaki, azt senki sem láthatja előre. Ebben a világban kevés dolog kedvez az életnek, de sok minden okozhat halál. Guru Arjadeva mondta, a halálnak számtalan oka van, az életnek nagyon kevés, és azok is a halál okaivá válhatnak. Ezzel a kellemes témával fogunk is foglalkozni. Ahogy ő mondta, a halálnak számtalan oka van, tűz, víz, méreg, szakadékok, yeti, vadállatok, az életnek pedig nagyon kevés. Van meg esetek, amikor az élelem és a ruha, amit általában az életben maradás kellékeinek tartanak, halál okaivá válnak. Sok eset van, amikor emberek mérgezett ételt esznek. Vagy még ha az étel nem is mérgezett, miután mohón megették, gondolva, hogy majd javukra lesz, emészhetetlenné, mérgezővé válik, ezáltal okozza a halálukat. Ugye? Tehát ugye a ruházkodásra, meg az élelemre kifejezetten ugye, úgy gondolunk, hogy ugye azért van szükség rá, hogy életben maradjunk, igaz? Azért eszünk, ugye, hogy sokáig éljünk. Igaz? Azért öltözködünk, hogy meg ne fázzunk, igaz? Hát számtalan esetben, még ez a kettő is hallálkozhatja. Például emlékszem, Svédországban volt egy eset, kisgyerek, az volt, ilyen hosszú sár volt a divat, hogy szinte földig élt, és kisgyerek iskolába fönnakadt a sárjával a fogason. És a sár, amitől ugye a meleget várta, az folytotta meg. Ugye? Azért volt, nem azért volt, hogy felakassza magát, azért, hogy meleg, meg ne fázzon, igaz? A kényelemért, a biztonságért volt, igaz? Az a sár folytotta meg. Hát maga a ruha is válhat a halálot. Hát nem beszélve az ételről, igaz? Mindenki tudja. Mindenki tudja, hogy az étel az egyik első rendű halálok, igaz? Pedig senki nem azért beszél, hogy meghalljon. Senki nem azért. Van gyors halált okoz, van amikor lassú halált okoz az étel, igaz? Ugye mi arra gondolunk, hogy éheznek az emberek is, azért halnak. Hát nem csak éheznek. Sokkal többen halnak, mert esznek. Azért, mert éheznek. Na. Manapság szinte mindenki húsra vágyik. Az ártalmas, gonosz szellemek által okozott szerencsétlenségek és a daganatos betegségek között alig van olyan, ami nem függ össze a mértéktelen hús és vér fogyasztásával. Ezt mondja tehát egy tibeti bölcs. Azon kívül számtalan halálesetet okoz a vízkór, az emésztési zavarok és daganatok, melyek mind a helytelen táplálkozás és életmód miatt alakulnak ki. Hát ugye ezt bőven ki lehetne ugye egészíteni egy csomó minden mással, ugye? Számtalan halálesetet okoz az is, ha elővigyázatlanul gázolnak át folyón, túl közel merészkednek vérengző állathoz, hogy küzdőtéren harcolnak vagyon és hírnév reményében. Tehát ugye az ember nem akar meghalni, igaz? Nem akar. Senki nem azért csinálja a dolgait, hogy meghaljon. De bármi okozhat, bármi. És egy pillanat műve. Nem kell sok hozzá. A halál okainak sokfélesége miatt nem várt időben jelentkezik. Van, aki még az anyja méhében meghal. Van, aki születésekor. Van, aki meghal, amikor járni tanul. Van, aki fiatal korában. Van, aki öreg korában. Van, aki hirtelen, anélkül, hogy időt adna a doktornak, vagy papnak,
hogy segítsen rajta. Van, aki évekig fekszik ágyban, teljesen elsorvadt testtel, és haldokló szemei vágyakozva tekintenek az élőkre, és aztán hal meg. Van, aki evés, beszéd vagy munka közben hirtelen összeesik, és vannak, akik megölik magukat. Láthatod, hogy a halál sok oka között a te életed olyan esendő, mint egy gyertyalánk a szélben. Nem tudhatod, hogy a halál nem jön el épp most, és holnap már nem állatként újjászületve, két agyarral a szádban, vagy szarvakkal a fejedben találod-e magadat. Ugye ez a másik nagy probléma a halállal kapcsolatosan. Hát az egyik az, hogy ugye az ember nem akar meghalni. A másik pedig az, hogy és mi van utána? Mi van a halál után? A maga a halál is egy fájdalmas folyamat, igaz? Tehát elveszíteni mindazt, amit az ember ugye fölépített, összerakott élete folyamán, megszerzett, ember ragaszkodik hozzá, szereti, embereket szeret, dolgokat szeret, ugye megvan, megvan, szeretem, ragaszkodik hozzá. De van egy egészséges dolog. Tehát ez bizonyos mértékig ez egy egészséges, természetes dolog. De, ugye, megnehezíti a halált. Nehéz. Nehéz. De ez az egyik fájdalmas momentum a halálon. A másik, hogy milyen utána? Persze nem beszél magáról a haldoklásról, ugye? A haldoklás, nem tudjuk, hogy fogunk eltávozni. Nem tudjuk. Nem tudjuk, senki nem látja előre. Hát lehet egy hosszadalmas, keserves, fájdalmas betegség. Nem tudjuk. Igaz? Tehát ez a másik. És utána jön még a harmadik momentum a halál kapcsolatban, hogy milyen utána. Erre utal itt a könyv, hogy hát egyáltalán nem biztos, hogy ember lesz a következő életünk. Ugye aki nem gondolkodik a mulandóságon, itt nagyon nagy jelentőség a mulandóság. A dolgok elmúlnak, ez az emberi állapotunk elmúlik. Nem csak az életünk múlik el, az ember állapotunk is elmúlik. Mert még ha a mulandóságra, halálra gondolunk, akkor is azt mondja, ja igen, hát akkor persze valami hasonló fog folytatódni, ami eddig nem olyan nagy dolog, eddig volt, és majd valami hasonló. Ez megint azt mutatja, hogy nem értünk semmit a mulandóságból. Tehát ez elmúlik. Nem tudjuk, hogy milyen utána. Ugye mi egyfajta ilyen hamis állandóság érzetben élünk, persze, ez majd ez ugyanígy folytatódik tovább is. Hajtatjuk, ahol abba hagytuk. Mulandóság. Ember egészséges, igaz? Az egészség el tud múlni. És akkor az ember megbetegszik. Igaz? Tehát valami egész más jön helyette. Az egészség utána valami egész más jön. Betegség. Teljesen más. Ember nem képes kezét felemelni, nem képes felülni. Elhagyja az ereje, nem képes tisztán gondolkozni, amellett fájdalmai vannak, a legegyszerűbb dolgok is ugye nehezére esnek, amiket most észre sem odafigyel, figyel, úgy elvégez, ugye? Beteg az ember, egész más dolog, igaz? Tehát valami elmúlik, és valami egész más van helyett, ez a mulandóság. Tehát ez az élet, ember életünk elmúlik, nem ez fog folytatódni. Az ember úgy mondja, hogy akkor már ugyanígy visszajövök, és akkor minden folytatódik, milyen érdekes lesz, egy kis baba leszek, és minden érdekes lesz. Hát nem, nem. Valami egész már, nem tudjuk milyen utána. Hát ez a harmadik probléma a mulandósággal. Lásd be hát, hogy a halálod ideje és az újjászületésed helye előre láthatatlan. Következő, hetedik pont, elmélkedés a mulandóságban mindig intenzíven emlékezve rá. Minden körülmény közepett
mindig elmélkedj a halálon összeszedett elmélve. Járás, ülés, fekvés közben mindig mondd magadnak. Lehet, hogy ez az utolsó evilági cselekedeten, és meditálj ezen mélységes meggyőződéssel. Hát az ember nem képes a mulandóságot feldolgozni, akkor nem képes a jelenben élni. Nem képes a jelenben élni. Igaz? A jelent akkor vagyunk képesek átélni. Ha érezzük a mulandóságot. Igaz? A mulandóság gondolata az, ami ide tesz bennünket a jelenbe, a helyünkbe tesz. Ha nem értjük a mulandóságot, elvárásaink vannak. Ez majd így lesz, az majd úgy lesz, és észre se veszünk a jelenünket. Mert az elvárásaink van, és a jelenünkben élünk. Tehát ez egy nagyon erőteljes mód meditációban, és ez nekünk nagyon, nagyon mondjuk aktuális. Nagyon, ugye a meditáció, a sima békés nyugvás, vagy a különböző meditáció, az nehéz ügy. Nagyon nehéz ügy. A tudat az elvadult. Ja? Erőteljes módszerekre van szükség, amik nem csak a teljes lényünket, teljes mindenünket, teljes valónkat megmozgat. A mulandóság. Hát kezdhetjük ilyen gondolatokkal, amikor valahol ülünk, akkor arra gondolhatunk, hogy na, most itt vagyok, lehet ez az utolsó cselekedetem az életemben, lehet, hogy innen már nem megyek el. És ez teljesen valós gondolat, ez nem egy megalapozatlan gondolat. Ugye eljöttünk ebbe a meditációra, azzal jöttünk el, hogy hát csak elszaladok, aztán majd jövök, úgyis mindjárt jövök vissza. Igaz? Ezzel is egy dolog történhet, ja? Még ha nem is halunk meg, de megváltozhatnak dolgok. Megváltozhatnak dolgok. Tehát nem tudunk visszatérni ugyanabba, ahonnan eljöttünk. Ugye hát persze, hogyha az ember nagyon, hogy mondjam, mondjuk mélyen gondolkozik, akkor persze, hogy az ember soha nem tér vissza ugyanabba, mindig más. Azt mondjuk, hogy nem tudod kétszer beletenni a kezedet ugyanabba a folyó vízbe, igaz? Lemegy az ember a Dunához, belemártja a kezét. Még egyszer nem tudja ugyanabba belemártja, mert a víz elment. Még egyszer belemártja, mert egész máshol mártja a kezét, igaz? Hát ugyanígy van az életünk, igaz? Ugyanígy van az életünk. De ugye ezek, mondjuk így, hogy ezek már finomabb táblatok. De nagyon konkrétan az ember eljön, és akkor azt mondja, hogy hát visszajövök. Millió dolog történhet. Millió. Jó? Legyünk a három. Elhagyja a feleséget. Hogy jót és rosszat is mondjuk. Már nem érkezik. Megköltözik a szomszéd a lakására. Napokban történt valaki között. Elutazott nyaralni, vagy nem tudom, elutazott külföldre, és ott kapta a hírt, hogy megköltöztek a lakására. Mások. Ja? Tehát az ember elvárásokban ilyen, hogy hívják, ilyen rózsaszín álmokban él. Ez mind azt mutatja, hogy nincs valóságérzete. Valóságérzetünk pedig a mulandóság meditációtól lesz. Ja. És a mulandóság egy olyan meditáció, a szívünket, tehát a lényeg az, hogy szívünket megmozgatja. Ez pedig akkor lehetséges, hogyha a saját halálunkkal tudunk foglalkozni. Az megmozgatja a szívünket. Amikor valahova elutazol, gondold ezt. Lehet, hogy meghalok ott, és sosem térek vissza ide. Miközben utazol, vagy fáradtan leülsz egy útmenti padra, gondold ezt.
lehet, hogy itt helyben meghalok. Bárhol vagy, feltételezd, hogy meghalhatsz ott helyben. Amikor aludni mész, gondold ezt. Nem biztos, hogy felébredek holnap, meghalhatok ebben az ágyban ma éjszaka. Mikor felébredsz, gondold ezt. Kétséges, hogy ma este ágyba kerülök, mivel meghalhatok a nap folyamán. Ezen a módon szíved mélyéből csak is a halálon emlékeny intenzíven. Ja. Ezek a gondolatok, tudod, nagyon kemény. Mi nagyon kemények vagyunk, minden lepattog rólunk. Minden lepereg rólunk. Beton. Beton. Ha? Beton. Betonlábor. Betonból készült lakókocsiban gurulunk az életünkbe. Minden lepereg rólunk. És nem várhatjuk azt, hogy majd valaki majd fölébreszt bennünket. Azt nem várhatjuk. Csak magunkat tudjuk fölébreszteni. És ez a bulandóság nagyon erőteljes, radikális módszere. Ha foglalkozunk vele, ha csak úgy meghallgatjuk, és ja, igen, hát ezt eddig is tudtam, nem történik sem. Nem történik sem. Hát amikor valaki bulandóságon meditál, akkor mindent annak a szempontjából néz. És elkezdés, évekig, mindenképpen egész haláláig ezzel foglalkozik. És jó, ezzel mondhatjuk, hogy minden más meditáció csak az, hogy egy cél szolgálja, hogy a mulandóságot elértsük és megértsük, valóban megértsük. Minden más meditáció, akármi, ha mondod a dzogcsen, akármi, mind arról szól, mulandóságról szól. Istenség meditáció, mind arról szól. Mulandóság nélkül nem sokat érünk el. Múltban a kadampa gesék, mikor lefeküdtek, sosem voltak biztosak abban, hogy másnap szükségük lesz-e tűzre, ezért nem tettek félre parazsat reggelre. Hát ugye Tibetben ez szokás, hogy parazsat elteszik, betakarják, hogy reggel ugye ne kelljen új tüzet gyújtani, hanem akkor csak fölélesztik a parazsat. Ugye a háztartásokban. De a remeték azok hagyták ki a reggel fölkeltek, akkor boldogan gyújtottak új tüzet, hogy na, lehet új tüzet gyűjteni, nem haltam meg az éjszak. Hát ugye a kereszténységben is ugye ez megvolt, a szerződésemnek ugye egészen radikális dolgokat műveltek, például olyat, hogy ha belépett valaki a rendbe, ugye akkor hát ezek olyan kolostorok voltak, hogy bement, és többet nem jött ki élve. Úgy lépett be, beköltözött a kolostorba, és akkor azzal a szándékkal, hogy élve innen nem jövök ki, az lehet, nem tudnak hány év, de élve nem jövök. Vagy még olyan is volt, hogy nem volt ágy a szobában, hanem koporsó volt, és abban este befeküdtek a koporsóban. Befeküdtek, ha meghalni. Ugye a lelalás az egy halál, egy kis halál. Ugyanaz történik, mint a halál. Nagyjából. A tudattal hasonló dolgok történik. Erről ugye sokat beszéltünk már. Tehát voltak ilyenek, nem csak a buddhizmusban. Ugye ezek extrém dolgok, de mondhatni, hogy extrém dolgokra van szükség, mert a tudatot is extrém. Extrém, hogy mondják el, elvadult, öntörvényű állapotban van a tudat. Extrém állapot és öntörvényű állapotnak. Aki nem meditál, az ezzel nem szembesül. Aki meditál, az nagyon hamar szembesül vele. Leül, és akkor egy pillanat alatt elszáll. Ja, egy pillanat alatt. Aztán ugyanezek a gesék, a kadampa gesék, a csészőjüket is lefordították. Ami pedig Tibetben ugye pontosan annak a jelen, hogy valaki meghalt. Amikor valaki meghal,
akkor lefordítják a csészéjét. A csésze vége, nincs használhatatlan, lefordítják. Azonban a halálon elmélkedni önmagában nem elég. Csak a nemes darma az, ami hasznodra válik a halál pillanatában. Légy mindig figyelmes és éber. Mint a figyelmesség meghatározása, tibetül dzenpa. Emlékezés arra, hogy mit kell gyakorolni és mit kell elkerülni. Ez a figyelmesség. Hát folyamatosan emlékezni. Ez a figyelmesség. Folyamatosan emlékezni. Folyamatosan észnél lenni. Észben tartani a meditációkat. Igaz? Ugye mit kell gyakorolni? Hát a meditációt kell gyakorolni, igaz? Mit kell elkerülni? Hát azt, hogy a meditációtól elkanyarodjon a tudatunk, igaz? Hát ez ilyen egyszerű. Mit kell gyakorolni, mit kell elkerülni? Ez a figyelmesség gyakorol. Az éberségnek a meghatározása pedig az tibetű sessin, úgy hívja, sessin. Éberség, tudni, hogy tényleg azt gyakorolod, amit gyakorolni kell, és azt kerülöd, amit kerülni kell. Tehát ez az éberség, hogy az ember, ugye, amikor a tudata elkanyarodik, mert ugye próbálja az ember ugye fönntartani a folyamatos ugye emlékezést, vagy figyelmességet, de aztán a tudat ugye magától elkalandozik. És akkor az éberség, ami pedig ugye fölismeri, hogy az ember elkalandozott a meditáció tárgyától. Ezt hívjuk úgy, hogy éberség. És akkor az ember visszatér a meditáció tárgyához, vagyis a figyelmesség gyakorlatába. Ezt a két dolgot kombináljuk. Ja. Figyelmesség, van egy magyar mese erről, figyelmesség olyan, mint egy kutya. Kutya. Ja. Kutya hűséges, kitartó, ugye, és őrzi a házat. Igaz? Mindig ott van. Az éberség pedig ugyanebben a mesében olyan, mint egy macska. Macska szihetetlen. Rassz. Felismeri a dolgot. Nem lehet megfogni a macskát, ha nem akarja. Például a taron, van ott egy ilyen épület, aminek elég lapos a teteje, és ugye cserép tető volt rajta régebben, és a macska mindig azon szaladgált, és bizonyos zaj volt, összetörött a cserepeket, zajba ugrált. Az egyik macska süket volt, úgy vágtál ott a tető, nem hallotta, olyan zaj csapott, a másik az nem csapott, mert ő hallja, ez süket volt a macska, akkor a zaj csapott a tetőn. És akkor minden módon megpróbáltuk megakadályozni a macska fölmenjen a tetőre. Hol mászik föl? Megpróbáltuk megszüntetni a lehetőségeket. Nem lehetett. Akármit csináltunk, a macska fölment a tetőre, és ott vágtázott. Aztán később leszedtük a cserepet, tettük rá egy halk tetőt. Aztán a macska is eltűnt. Hát a macskát nem lehet. Ez ilyen az éberség. A tudatnak ez a intelligens, helyzetfölismerő képesség. Ez az éberség. Ja, olyan, mint a macska. Hát van a kutya, meg a macska. A kettő egymást kiegészít. A macska nem tud házat őrizni. Ja. Viszont nagyon föl tudja ismerni a dolgokat. Kedetlen, rugalmas. Hát ezt a két társunkat mindig hívjuk magunkkal, ha gyakorolunk. Legyen egy kutyánk, meg legyen egy macskánk, tudatban. No? A kutya őrzi a gyakorlásunkat, a macska pedig észreveszi, hogyha nem őrizi a kutya gyakorlásunkat. Ja? A kutya elalszik, a macska észreveszi. És akkor fölébreszti a kutyát. No?
Emlékezz arra, hogy minden világi tevékenység mulandó és értelmetlen. Ösztönözd magad a tiszta dharma gyakorlására. Az elme és test kapcsolata mulandó. E testet, mint kölcsön kaptál, sajátodnak ne érezd. Első. Tehát a testünk mulandó dolog, ez csak kölcsönben van. A leírás szerint az elme olyan, mint egy vendég, test olyan, mint egy szálloda. Szálloda és a vendég viszonya. No? Ugye a vendég beköltözik a szállodába egy időre, és aztán megy tovább. Igaz? Beköltözik, kiköltözik. Ugye ezzel szemben mi testünket egy várnak tartjuk, építjük. Ennyi. Test nem annyi. Kölcsönben van. Az út, amin jársz, mulandó, ezért fordítsd lépteid a dharma felé. Ezek nagyon gyakorlati dolgok. Az ember sokat megy életébe, igaz? Megyünk az utcán. Jusson eszünkbe ez az ez. Az út, amin járok, mulandó. Ezért gyakorolni kell. Ja? Gyakorolni kell. Legyen olyan utam, ami valóban elvezet valahol. A mulandó utak ezek. Ez olyan, mint a 21-es. Megépül, hátadják, hónap múlva lyukas. Mert ilyen mulandó. A hely, ahol laksz, mulandó. Ezért gondold, hogy tiszta Buddha ország. A házunk, az legyen a gyakorlás színhelye. A Buddha ország azt jelenti, hogy mindenki gyakorol. Gyakorlással van tele a házunk. Arra van. Az étel, ital és az élvezeti cikkek mulandóak, ezért fogyott a tökéletes meditatív elmélyülés étkét. Ja. Hát ezt hogy lehet röviden összefoglalni? Ugye ezek nagy szavak, ugye még ott még nem tartunk egyelőre. Hanem gondoljunk arra, hogy a gyakorlás legyen a fő táplálékunk. Mit jelent ez? Ez nem szerint megelégedettség. Az, hogy küszöbök vannak az életünkben. Küszöbök. Ugye étel, ital, ruházkodás, lakás. Ezekre szükségünk van. De, ha gyakorolunk, akkor bizonyos küszöböket húzunk. Azt mondjuk, oké, kell étel, kell ital, kell ruha, kell lakás. De van egy józan a határ. Azon belül. Azon túl nem kell. Nem kell túl bonyolítani. Az emberek mindent túl bonyolítanak. És az egész életük arra megy, hogy a saját elvadult tudatuknak a hogy szeszélyeit ugye szolgálják egész életükben. Persze az ember nem így hívja ezt, mert ezek mind ravasz áruhában jelentkeznek, ezek a szeszélyek. Erre is szükségem van, arra is szükségem van, mindenre szükségem van. Valamilyen szempontból persze mindenre szükségem van. De, ha gyakorolunk, akkor megismerjük, hogy valódi realitásokat. Azt mondjuk, hát igen, persze. Szüksége van. Az ördögnek el. Szüksége van az ördögnek. Nincs erre szükség. Minek? Tehát határokat húzni. És az ember képes határokat húzni, akkor lesz ideje, lesz energiája arra, hogy gyakoroljon. Amit alvás közben tapasztalsz, mulandó, ezért alakítsd át tiszta fényé az illúziót.
hát az álmot. Ugye ez a gyakorlásnak egy magasabb szintje, mert álomban is lehet gyakorolni, amikor az ember ugye rendszeresen gyakorol ugye nappal, akkor lassan eljuthat ahhoz a tudati tisztasághoz, hogy kezdődje az ember az álmait is fölismerni, álmában is ugye tud gyakorolni. Fölismerni az álom. Ehhez persze az kell, hogy az ébrenlétben alaposan megtisztítsa a tudatát. A gazdagság is mulandó, ezért gyűjtsd az árják hét kincsét. Na, mi lehet ez az árjáknak a hét kincsét? Árják ugye azok a megvilágosult lények, milyen kincseik vannak nekik. Az első a hit, a második az erkölcs, a harmadik az adakozás, nagy lehetőség. Negyedik a tudás. Ötödik a szerénység. Hatodik az önkontroll. És a hetedik a bölcsesség. Ja? Tehát az ember kincsekre vágyik, akkor vannak kincsek, amiknek van értelme. Ja? A rokonok, kedvesek, barátok mulandóak. Ezért táplál vágyad a szabadulás iránt. Elvonultam. Most ezt persze lehet fizikailag elvonultam végezni, de a másik dolog az, hogy erősen tudja, hogy mi az a belső ügye. És azzal képes foglalkozni. Bár ugye ez nehéz. Elvonult olyan értelemben, hogy nem hatkozik be mások dolgaival. És lehet küszöböket húzni. Ja? Egymással való viszonyunkban is lehet küszöböket húzni. És akkor az ember egy bizonyos függetlenséget tud kialakítani. Tudom, hogy meddig terjed az én világom. Ja? Küszöböket van. Hogy az ember állandóan elragadtatja magát. Másokkal való viszonyában. Nem tudja megkülönböztetni a józanul, ugye? Önmagát másoktól. Erre is van egy magyar mesében egy példa, amit nem tárgyaltunk is, hogy egy asszony úgy próbálja lefonni a gyapjút a birkáról, illetve lefonni a gyapjút, hogy nem vágja le a birkáról. És a birka mozog, viszi, ma húzza magával, nem tudja fogni, ugye? Először le kell tudni vágni a gyaktyút a birkára, és utána meg lehet fogni. Hát ugyanígy vagyunk egymással. Egymásban vagyunk ragadva. Egymásban vagyunk ragadva. Az elvárásainkkal, a millió-millió szerepeinkkel egymásban vagyunk ragadva. Tehát az elvonultság azt jelenti, hogy az ember képes egy bizonyos küszöböt, egy bizonyos határt vonni. Az én, az ez. Nem én, az az. Ja? Vagy nagyon egyszerű, józan határt van az ember. És az ember megtanul a saját dolgában törődni. Nem várja el másoktól, hogy ők oldják meg az életét. Ugyanígy az ember nem hiszi magáról sem, hogy én meg tudom oldani mások életét. Hát itt kezdődik. Az, hogy elvonultság, elmegyünk egy barlangba, ja, és akkor onnan telefonálunk minden nap, hogy a gyerekünknek, hogy mit csináljon, meg az asszonynak. Ja. Követjük az árfolyamokat, és akkor te most menjél, és akkor vegyél ilyen részvényeket, meg olyanokat, mert én nem tudok menni, mert én meditálok. Ezt add el, azt pedig vegyél. Nem megyek, mert én meditálok. Ja. Ilyen van. Van. Ismerek ilyen esetet. Nem megyek, mert meditálok. Elvonultságban vagyok. És közben ízzik a telefon egyfajtában. Tehát az elvonultság azt jelenti, hogy az ember pontosan meg tudja vonni a határt. Ez az én dolgom. És ez nagyon is az én dolgom, és nem másé. Az pedig nem az én dolgom.
Jó? Nem egyetlen. Ezt meg tudjuk állapítani, akkor alakul ki egy rendes párbeszéd. Akkor tiszteljük a másikat. Hát ebből adjuk meg a tiszteletet, ugye? Emberben ugye elferdült gondolkodás ilyen. Azt mondjuk, hogy igen, de a szeretet, meg nem tudom én, és akkor az emberek ugye teljesen ugye egymásba. Nem akarom mondani azt, amit szoktak erre mondani, ugye, hogy melyik testrészével új bele a másiknak. Ugye? És így élünk. Tehát az elvonultságot kezdődik, hogy integritás megvan. És akkor tudok egy egészséges viszonyt kialakítani a másikkal. Egészséges távolságot. A magas rang és hírnév is mulandó, ezért keres szerény helyet. Ja. Hát ugye az emberek manapság ezt nem nagyon szeretik. A beszéd mulandó, ezért használt mantrák és imák rezitálására. A hit és a vágy a szabadulás iránt is mulandó, ezért tartsd ki szilárd fogadalmat mellett. Ja? Mit jelent ez? Tudjuk jól, igaz? Amikor most itt vagyunk, akkor csak a gyakorlás. Amikor lemegyünk a másik, akkor már csak a kávé, csak a duma, ja? Csak a telefonálás, csak az ügyek, ugye? Nem beszélve, amikor aztán kimegyünk a kapun, akkor már csak a Baros utca. Ja? Itt ülünk, akkor meg akarunk világosodni. Mostantól csak megvilágosodni fogok. Ja? Aztán, ahogy megyünk le, minden lépcsőfokkal ez halványul. Észre se veszünk. Mert annyira természetes. Észre se veszünk. Magától elhalványul. Nem is emlékszünk rá. Tehát a gyakorlásban egy nagyon erős segédeszköze az, hogy az ember Fogadalmakat teszi. Megfogadja. Ugye most is a tanítás elején ugye azzal kezdjük, hogy miért vagyok itt. Megfogalmazok az indítékot. És utána egy eltökéltséget, egyfajta fogadalmat teszünk fel. Mostantól mindig, minden mozdulatom a belsőség része lesz. Ja? Nem feledkezünk erről. Az eszmék és gondolatok is mulandóak, ezért tanulj meg jó lelkűnek lenni. Hát ez egy nagyon nagy tanítás. Ugye az emberek tele van az agya mindenféle csodálatos eszmékkel. De már nem arról szól, hogy az ember tudja beszélni. Vagy írni dolgokról. Van egy ideológia. De egyszerűen arról szól, hogy legyünk jó lelkű. Legyünk jó elkülek. Ne azt a oldalt fejleszünk, hogy jaj, mindent tudok és mindenről tudok beszélni. Egyszerűen legyünk jó elkülek. Legyünk igaz embernek. A spirituális élmények és eredmények is mulandóak, ezért érd el a teljes feloldódás végső állapotát. Ja? Ha ezt elérted, akkor a halál és az újjászületés közötti kapocs lehullik, és olyan lelki erőt nyersz, mely megadja a teljes felkészültség érzetét a halálra. Ja? Lelki erő. Ja? A lelki erő. Hát, ha gyakorolunk, akkor megerősödünk. Ez a jele a gyakorlásnak, hogy az ember megerősödik. Lélekben, tudatban megerősödik. Bevetted a halhatatlanság várát, s olyan lettél, mint a keselyű, mely szabadon száll a magas egekben. Ezután nincs többé szükséged szomorú meditációra, közelgő halálra. Ja? Hát akkor itt most abba hagyjuk, mert ezek a
hosszú vonalat azt kérdik. Ja, így jól, így jól. Olyan, mint az útra festett gyerekek. Ahogy megy az ember, és jó hosszú tetét van. Ez is van. Nem lehet, ja? Pont jó lesz. Na, valakinek van esetleg kérdése. Végülis egyszerűen arról van szó, hogyha rendben tartom magamat, akkor képes vagyok rendben tartani a dolgaimat. Hát természetes, ez tudom, természetes dolog, nem? Ez így van. Az elme nincs rendben, hanem öntörvényű, elvadult, akkor mit tudom csinálni? Semmit. Igaz? Hát az embernek rendben van az elméje, akkor van egy olyan eszköz a kezébe, amivel tud dolgozni. Ha az elméje elvadult állapotban van, akkor nincs semmi eszköz, nem tudja megfogni. Azt az elmét nem is lehet megfogni. Ja? Az olyan, mintha az embernek van egy kalapács, amikor megfogod, akkor elolvad. Elgördül, elolvad. Ott a kalapács, megfogod, csak így. Ja? Ilyen az elmé. Az aztán szögelhetsz. Lötyög össze-vissza. Semmit nem tudsz megcsinálni. Csak idegesít. Hát ilyen pontosan az elmény. Olyan eszköz, ami alkalmatlan bármilyen munka elvégzésére. Hát fontos munka elvégzésére. Persze, sok mindent tudunk írni, olvasni, meg esetleg nyelveket tudunk, meg szakmánk van, meg nem tudom, hogy mindenfélét. Lehet, hogy elképesztően képzettek vagyunk, meg műveltek vagyunk, meg kifinomultak vagyunk, meg bármi. Ez mind nem számít. Ez nem számít. Ez mind nem számít. Amikor legegyszerűbb, fontos dolgokról van, ez mind csődöt mond. Így. Így leesik, és végig. Mind csődöt mond. Hogy az első számú eszközünk, munkaeszközünk, a saját elménk. Ha az nem működik, hát akkor mit akarunk? Akkor mit akarunk? Nem csak, hogy nem működik, hanem ellenkező módon működik. Ja? Ugye ezért szokták a majomhoz hasonlítani az elmét. Igaz? Mondd meg a majomnak, hogy ásson egy árkot. Na hát ilyen a, elme. Még valakinek mondani valója? Úgy látszik, mindenki mantrázik, ugye erről volt itt szó, hogy a beszédmulatról, ezért mondjál mantrákat. Kérdezik, nem olyan fontos, mindenki mantrázik. Amikor kérdezni kell, mindenki mantrázik, amikor mantrázni kell, mindenki kérdezik. Akkor én kérdeznék ennyit, hogy tulajdonképpen, amiről most beszéltél, az elvárásokról szól. Tehát, hogy gyakorlatilag minden társas viszonyunkban tele vagyunk elvárásokkal. Ja. Ez a zóna, hogy ez az én dolgom, az meg az ő dolga, ez erről szól, hogy ha rendben van az elménk, akkor semmilyen elvárásunk nincs más hozzánk tartozókkal, vagy az életünket befolyásoló emberekkel kapcsolatban? Tehát, hát elvárás. Ez is olyan, hogy ugye normális élet keretén belül ugye persze vannak, lehetnek az embernek bizonyos elvárásai. De hol van ez, hogy ami neked normális? Kötődések, ragaszkodások, azok normálisak. De ugye az elvadult elme világában ez nem így van. Tehát nekünk ilyen szuper elvárásaink, meg szuper kötődéseink, meg szuper rendezetlen viszonyaink vannak. Ez a probléma, hogyha normális, józan,
emberi viszonyokban ugye vannak elvárások, vannak, de az más, tehát másképp vannak az elvárások. Ja? Tehát az ember nem hogy mondja, áldozata az elvárásainak. Ja? Nem áldozata az elvárásainak. A probléma az, hogy az ember áldozata az elvárásainak, saját elvárásainak. Tehát normális, józan keretek között persze, hogy az normális, az embernek a családja, persze az ember elvárja, hogy a gyereke reggel fölkeljen, stb. Ez normális. Igen. Meg hogy szófogadó legyen, meg megegye az ebédet, meg ne, ezért nem tudom, hogy akár az élettársától is normális emberi elvárás. Ez helyen való. Érzelmi zűrzavarról van szó, amikor az elvárások is elvadult állapotban vannak. Ezt honnan tudom, hogy mikor normális az, és mikor van ez elvadult, mert hogy nekem az a normális, nyilván azért válok el valami. Tehát, hogy azt mégis honnan fogom tudni, hogy ez most, mert ugye a másiknak meg nem az a normális, mert nem teljesíti az én elvárásomat, tehát... Nem, hát ugye ez mind a gyakorlás következtében ugye a tudat lenyugszik, és kezd a dolgokra rálátni. Elsősorban önmagunkra. Ugye? Kezdünk önmagunkra rálátni. És akkor látjuk, hogy hoppá, ez már. Erre nincs szükség. Ez már fölösséges, ez már egy túlzásnak. Ez a túlzás. Mindig a túlzás. Túlzások a problémák. Túlzás. Enni kell, de nem kell túlozni, ugye? Család, rendben van, de nem kell eltúlozni a családban a dolgokat, ugye? Egyszerűen normális józanság. Mind a belső józanságból születik, semmi másból. Tehát hiába vannak illemkódexek, mert vannak, ugye, vagy régebben voltak, nagyon jó, csodálatos dolgokat lehet olvasni illemkódexek. Tiszta buddhizmus. Múltkor volt a kezemben egy huszár kapitány írta még a régi időkben, egy illemkódexek. Hát mondom, az egy bódhiszatva. Csodálatos. Na de ki tudja ezt betartani? És milyen módon, és milyen áron? Ugye, hogyha belül a tudat ugye nincs megfegyelmezve, akkor illemkódexeket betartani, hát az egész világ ugye ebbe olyan görcsök alakulnak ki, és olyan szenvedésük is problémák, ugye, oda-vissza, hogy lehetetlen. Hát ott vannak a vallások, ugye? Vallások. Előírásokkal, bűnökkel, stb. Mit kell csinálni, mit nem kell csinálni, mit szabad, mit nem szabad. De hát ki tudja ezt betartani, hogyha a tudatra elvadult állapotban? Mind gyönyörű, csodálatos, nem? De nem tudjuk betartani. Nem tudjuk, hanem azt mondjuk, hogy az Istenke most nem látja. Kész. Tehát a belső józanság alakul ki, és ha a józanság megvan, akkor tudunk szelektálni fontosan. Ez a kulcs, semmi más. Mások nem tudják megmondani. Mert azt vagy elfogadjuk, vagy nem, ugye? Pontosan, ahogy mondtad, ugye? De a társadalom. Mert neki ez normális, nekem ez nem normális, ugye? Most milyen alapon mondja ő meg én nekem? Hát ilyen nincsen. Igazából nincs. Hát vannak bizonyos normák, persze ilyen bizonyos dolgok, nyilván emberek vagyunk, társadalomban, ugye bizonyos dolgok az ember betart, például ugye, hogy hívják, hogy autót vezet, ugye akkor az ember bizonyos fegyelmet tartania kell nyilván, meg a munkahelyén. Hát aztán a család az problémás, mert ott általában az emberek már elengedik magukat. Ott már elengedik. A munkahelyen ugye, mint a ember, az ember is akkor tombol. Vadállat lesz belőle. Eléggé. Jelenleg is sok ember. Belül kell fölépíteni. Most a mi kultúránk azért mondjuk bizonyos szokáson sokat, mondjuk például egy családi, hogy mondjuk mindenkinek egy felesége van, és akkor az a normális, és nyilván az ember elvárja, hogy ne válasszon másik feleséget, mondjuk a férje. De vannak kultúrák, ahol az a normális, ugye? Tehát tulajdonképpen
lehet azt is mondani, hogy jogos az elvárásom, de azt is lehet mondani, hogy nem jogos az elvárásom. És akkor itt mi határozza azt meg? Ugye ez a társadalom nagyon sok mindent ránk nyom, aminek nincs alapja valójában, csak egy szokás. Persze. Hogy Hát az, ez a társadalom azt mondja, hogy egy feleséged van, ugye? Egy feleséget veszel el a templomban. És a templomon kívül azt csinálsz el. Ezt mondja ez a társadalom. Ha megnézzük, ugye, akkor nagyon érdekes, ugye, de ez nem csak most régen is így. Megnézzük a dolgokat. Általában mondhatni, a gyerekek mindig túl korán születtek a jóbecsületes házasságokban is. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok gyerek születik házasságon kívül. És ez mindig így volt. Mindig így volt. Itt is. A legnagyobb kereszténységben és a legnagyobb erkölcsben is. Ez egy tudott dolog. A nagyapáink idejében is. Tehát ugye ez az, amit meg kell tudni oldanunk lelkileg. A forma önmagában nem sokat jelent. Ugye azt mondjuk, persze, hát akkor egy. Holtadiglan, és akkor csak egy. Ja. Ja. Most, hogyha ettől az ember eltér, de tiszteli a házastársát, ugye, akkor azt meg kell tudni beszélni. Mert ugye egy, az életünk az egy. Most titokba csináljuk, az nem jó. De a közös megegyezés alapon azt mondja, hogy rendben van, találkoztál valakivel, akiben beleestél, ugye, de hát mi attól ugyanúgy egyek vagyunk, most már ezt, nem tudom, ja. Már x éve ugye együtt húzzuk és jól ismerjük egymást, és hogy így meg tudnak állapodni, az oké, ez rendben van. De ha nem tudnak megállapodni, akkor viszont bizonyos konfliktusok lesznek, igaz? Akkor nem éri meg. Igaz? Tehát erről lenne szó, hogy az ember a saját életét józanul és okosan csinálja, nem a külső előírások a fontosak. Igaz? Mert föl lehet venni olyan szokást is, hogy tudom én, akkor szabad szerelem. Ja, szabad szerelem. Mindenki ugye pillanatonként változtathat mindent, ugye? De nem biztos, hogy abból csak boldogság fog születni. Nem biztos. Igaz? Nincs rá garancia. Hanem egy csomó lelkileg sérült ember, ugye? Mert nehéz ezeket megemészteni, neked dolgozni. Igaz? Akármilyen előírások vannak. Ugye? Például a tibetieknél, ugye az egyik barátom, ugye annak idején azt a feladatokat kapta a lámájától, hogy költözön be a Stockholmba, a központba, egy tibeti ember, és ugye szolgálja a központot, meg a lámát, és neki volt családja. És akkor azt mondta a bátyjának, hogy akkor légy szíves mostantól, vedd a szárnyaid alá a családomat. És ez gyakorlatilag az ő felesége, a testvérének a felesége lett, az ő gyerek a testvérének a gyereket, és ezt tibeték, ez megoldható normális gondolkodás. Most is úgy van. Azóta ő már új családot alapított, és az a másik család azóta is egy bűtél. Nem volt semmi zűr. Nem volt semmi. Tehát, ha normálisan meg tudjuk oldani, akkor meg lehet oldani. De ugye nehéz, mert nem csak mi kettően vagyunk, hanem mi ketten ugye megállapodunk, de hát akkor ott van apa, mama, anyós, após, nagypapa, nagymama, gyerekek, iskola, óvoda, ja? És akkor ugye visszajönnek a problémák, igaz? Na, hogy ezek olyan emberek, meg mit csinálnak ezek, meg blablabla. Lehet, hogy nem éri meg. Lehet, hogy nem éri meg. Persze. Ez ilyen. Ennek nehéz dolog. Hát nem csak két ember között van a viszony. Ha már család van, akkor már egy társadalmi jelenség. Számtalan emberben van mondva. Igaz? Számtalan ember sérül és szenved. Ugye a lényeg a tudat. Tudat. Az ember józanul. Tanul tud dönteni a saját életét. Az mi életünkről van szó,
nekünk kell megtanulnunk a saját életünkben helytállni. Ja? A saját életünkben. Ja? A más életéből hozzá. Milyen? De tehát mondom, normális érv, vagy elvárás, normális szinten, meg probléma. Az ember megtanultad, hogy valakire tud számítani, akkor bizonyos dolgokat el is vár tőle, igaz? De hogyha végül is csalódik, akkor ne legyen probléma. Itt kezdődik a baj. Hogyha mégse, akkor ne legyen belőle probléma. Igaz? Elvárom a gyerekemtől, hogy ezt meg azt, de ha mégse jön be, ugye, akkor nem lesz belőle probléma. Akkor elengedem az elvárásom? Tessék? Akkor elengedem az elvárásom? Ja. Akkor ez egy rugalmasság van, ugye? Azt mondjuk, hogy igen, most a helyzet más. És most ezzel a helyzettel kell megbirkózni. Igaz? Ezzel a helyzettel kell megbirkózni, és nem lesz belőle szenvedés. Nem lesz belőle szenvedés. Mert itt kreatív hozzáállásom van, megváltozott a helyzet, és most ezt a helyzetet kell megoldani. Nem, hogy mondjam, nem lesz belőle szenvedés, mert ez a lényeg. Elvárásokban ez a probléma, hogy az ember merev, és szenvedés lesz belőle. Na, tehát ugye mulandóság, elvárások, mulandóság, ugye összetartozik. Mulandóság azt jelenti, hogy rugalmasság. Az ember megtanul a jelenben lenni. A jelent nagyra értékelni. A jelenben lévő értékeket felismerni és azokat nagyra értékelni. Ahelyett, hogy az ember cipelné magával ugye a elvárásait. Igaz? De elvárás azt jelenti, hogy múlt és jövő. Nincs szerepe a jelennek. Igaz? A múlt és jövő azt jelenti, hogy elvárás. A tudatosság gondolata, illetve a meditáció az, ami az ember meg feloldja. Ugye a legnagyobb elvárásunk, ugye ez az élettel kapcsolatban, hogy sokáig élünk, nem tudom én, sose halunk meg, igaz? Ez a legnagyobb elvárásunk. A munkát mindig a legdurvábbal kell kezdeni, igaz? Ez a legdurvább elvárásunk. Igaz? Nos, hát akkor kiboráztunk, akkor találjunk az érdemeket, az egész világot, és a lényének a javára. Jó, 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 jó
szívben megszületett. Soha